Magyar strand kézilabda siker a Kanári szigeteken a Bajnokok kupája női sorozatának döntőjében a Multichem Szentendre szétlövéssel diadalmaskodott lengyel ellenfelével szemben és megnyerte a sorozatot. Csiki Renáta, Fríbes Fanni és a Gárda edzője, a szövetség kapitány Grózi János vannak itt a stúdióban. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Gratulálok a sikerhez és kezdjük ott János, hogy ezúttal ebben az évben milyen tervekkel indultatok el Gran Kanáriára? Hát... Hazahozni a motyót, nem? Hazahozni, haza amit haza lehet. Hát igazából úgy gondoltuk, hogy az egy ötös sorozat végén nagyon jó lenne nyerni, de kivetesen nem készültünk rá. Tehát ugye az idén volt egy Mastersunk a Genta néven, amit nyertünk, aztán ugye a két elbét hoztuk, majd a Magyar Bajnoki címet, de az inkább ilyen jutalom volt a lányok felé. Aztán azért legyünk őszinték rutinból szép lassan berázódva hozták, amit hozniuk kell, és akkor így hála jó Istennek ez is nálunk volt. A lányok akkor kvázi elmentetek egy kellemes nyaralással, amiben mellesleg azért lehetett hozni egy ilyen trófeát is? Hát így is fogalmazhatunk, azért nem volt feltétlenül csak nyaralás, mert az oda kellett tenni magunkat. Néhány meccs azért jött közbe, igen. megnyerni kellett, de hát azért kielveztük a jó időt, igen. melyik ellenfelet tartottátok a legveszedelmesebbnek? Szerintem a norvég, Norvégokat tavaly ők nyerték meg a. De ez a az elődöntős mérkőzés volt az, a címvédő? Igen, ellen, igaz? igen. Szerintem hmm. a Norvég más volt a legnehezebb számunkra. Ott mivel küldted a lányokat a pályára? Igazából nálunk Marian ezek ilyen megbízhatóan egyenletesebben, hisz a lányokban meg abban, hogy nagyon, nem nagyon van ellenfelünk a, a brazilokon kívül a világban, ha jól játszunk. Ha meg nem játszunk jól, akkor kezdődik az edzői munka. El kellett volna kerülnünk kell a brazilokat, de sajn, vagy a, brazilokat, a norvégokat, de sajnos kikaptunk a lengyelektől. És ez, ez ilyen faj. hogy igen, minden igen, a brazilok, igen, itt minden, minden már csak a brazilokról szól, meg a jövő évi VB-ről. Tehát igazából ezt, ezt is úgy használtuk, hogy azért fiatalokat vittünk, hogy a Bozsik itt itthon marad, és azt, azt akartuk megnézni, hogy hogy fog ez működni. Jutólag elmondható, hogy az a norvég meccs nagyon jó volt, ott két-három pontot menett közben, még el is csúszott az eredményszámolásnál, és meg így is ki tudtuk hozni kettőn újra. Azt hiszem életünk belőször, vagy hát nem életünk, de, de utóbbi évek először nagyon-nagyon örült a csapat a fél időben. Ilyen gól örömet, meg ilyen ünneplést még nem láttam. Tehát ez jelzi, hogy ez a norvég csapat nagyon jó kis csapat volt. Hát hogy neked elégedett volt a játékodban, nem igen, csak ment a pontszerzés? Hát elégedett voltam, igen, de azért amellett elég sokat hibáztam, de szerencsére ebből ki tudtam jönni, és, és tudtam hozni a szerintem tőlem elvárt eredményt. Mi döntött ezen a mérkőzésen végül is? Mármint a Így van, így van, hogy, hogy nektek jött hát, koncentráltak voltunk nagyon és csapatként működtünk. Uh -huh. Hát aztán jött a döntő, hogy ne aprózzuk el és egy akár mondhatom azt, hogy kivonthatatlan nevű lengyel csapat, hogyha legalábbis a néphosszúságát nézzük. Annak örültetek, hogy elkerültétek a hazai ribálist? Hát igazából ugye mi a lengyelektől egyszer már kikaptunk, mi annak örültünk, hogy nem kellett a Bizsgőrszek keresztbe játszanunk, magyarra magyarra az soha nem jó, tehát így nagyon szurkoltunk, hogy egy döntőbe találkozzunk, ott már teljesen mindegy, az egyiknek van egy ezüstérme, a másiknak van egy aranyérme. Ugye ott a, visszatérve egy picit a norvég meccsre, tudtuk, hogy csak támadásból nyerhetünk, mert nagyon magas volt a beállósuk, nagyon jó játékot játszottak, és ugye ott meghatároztuk, és ugye, ugye előbb észrevételezted a fannéknak jól ment, Renének nyúlva, hátul a kapuba a jól védett, és utána a lengyelektől igazából nem is féltünk. Tehát ugye általában mi kétszer ritkán kapunk ki valakitől, ez most nagyon szerénytelenül hangzik, de, de ritkán szoktunk ebbe belecsúszni. Az első lengyel vereségnél ugye a Kresszfuzsi beteg volt, nem jött a transfer, úgy szaladtunk ki a pályára, ez látszott, sajnos ez most egy spanyolos Gunnog, spanyol. És... Hát hír, tehát vártunk, 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 aztán ugye a spanyolokat ismerve a telefonszámunk se volt, elindultunk gyorsan ezt a két és fél kilométert a parton erőltetett menetbe, nem ideális, tehát ugye főleg azok a sportok, akik már hozzászoktak, hogy hogy kell mentálisan készülni, de a döntő előtt már ilyen, ilyen hiba nem volt, melegítés nem volt, sajnos megint beleestünk ebbe a hibába, hogy a, ilyen versenyeken ugye a sónak folytatódni kell a tévé nagyul, és a végén melegítés nélkül bekezdtünk egy mérkőzést, de igazából a lengyel mérkőzés már nem lett volna olyan nehéz, ha a játékvezetés nem szerette volna, hogy izgalmasabb legyen. Igen, és akkor már a játékvezetés szerette volna annyira, hogy ennek ilyen szétlövés legyen a vége? Hát van igen, hogy a strandkézibe direkt szétlövése, így ki akarják hozni a mérkőzéseket, de mi tettünk arról, hogy ez, hogy ezt a szétlövést, ezt megnyerjük. Uh -huh. e, igazából ez a akkor ez is meg lett rutinból, meg a statisztika alapján, hogy kétszer nem kaptok ki senkitől. E, zsákban a, a történet, a sikereket számolatlanul érél a magyar női strandkézilabda. Ez azt jelenti, hogy akkor hát most, hogyha a világ trónjára felhelyezzük a, a, legjobbakat, akkor magyarok, brazilok? Pont, nincs mese? Norvégok mindig ott lesznek. Most a lengyelek nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. A lengyelek belehúztak? Tudjuk, hogy a 2017-es világjátékokra készülnek, tehát már két-három éve ők elég komoly munkát fejtenek ki, már így a torna megjelenések alapján. Az EB-n is volt velük bajunk épp, hogy szétlövésbe túljutottunk rajtuk, örültünk, hogy most azért valamennyi információt, képi anyagot tudtunk róluk szerezni, ugye hogy pont a jövő évű EB miatt volt fontos. A norvégok, de az volt fontos, hogy olyan játékosokat láttunk, akik még nem voltak a válogatottban, de valószínűleg lehetnek. Mártabb ezek az 1,90 körüli játékosok előbb-utóbb bekerülnek, és nem is voltak ügyetlenek. Úgyhogy most, most egy kicsit meg boldog is vagyok, hogy, hogy mentünk és csináltuk. Ennyivel talán könnyebb lesz a munkánk? Hát úgy számolunk, hogy a spanyol, az olasz, a norvég, a lengyel és a brazil. Tehát ez az öt, ami, ami, ami ezen a VB-n nehéz lesz. Hát uh -huh. most a fekete lovak mindig lesznek. Tehát most egy Uruguay bármikor bejöhet a képbe. Ez az, amire mi most tudunk készülni, ez az, amire anyagunk van, és talán még a hollandok, azt hiszem, ugye? Tehát a hollandok is egy elég. elég domináns strandkézi kezdenek játszani sok kínaival, magas ember, ami hasonlít egy kicsit a Brazilhoz, de alapszisztémában, a felállásban a Norvégot játszák. Igazából rengeteget kell dolgoznunk, tehát ugye itt a lányok szépen megkönnyebbültek, én meg, meg, én meg, megyek előre, hogy még többet, még többet. Hát ez most valószínűleg így normális egy hazai rendezésű VB Na, na. A szigeteknél maradva, ahogy János Tetnára utalást, mennyire volt az nektek szomorúság, hogy nem magyar-magyar döntő lett, tehát hogy a Beach Girls végül is lemaradt a dobogóról. Hát természetesen örültünk volna egy magyar-magyar döntőnek is, de a Beach Girls így is örült, hogy négybe jutott, és szerintem is ez, ez büszkeség számukra, és hát örültünk neki, hogy, hogy benne voltak a négybe. Hát a két magyar csapat a négybe, azért az nem olyan rossz dolog. Amire ugye itt a kapitány úr, a mester utalt, hogy hát itt nagyon sok címet meg szoktatok nyerni, hozzá vagy szokva a győzelemhez, és nyilván a győzelmet nem lehet megunni, de ugyanakkor ti mennyit szoktatok hölgyek egymás között beszélgetni arról, hogy hát azért állandóan ébernek kell lenni, meg kell lenni, hogy azért nyilván jönnek a riválisok, nyilván a mások is szeretnék megszerezni ezt a tont, elkényelmesedni nem lehet, nagy válni nem lehet, ha az ember tudja az értékeit, meg az, hogy rutinból hoz meccset, akkor is figyelni kell arra, hogy előbb-utóbb lesznek, akik le akarják majd taszítani onnan a, a, tetőről. Na, ez, ez mennyire van bennetek? Hát természetesen azért bennünk van, hogy, hogy jöhet olyan ellenfél, akivel szoros mérkőzést játszhatunk, de szerintem mindig próbáljuk magunkból a maximumot kihozni, és minden meccshez úgy hozzáállni, hogy bármilyen ellenfél jön, nyernünk kell, és, és, oda kell tenni magunkat 110%-osan. Mi az ellenszer egyébként elkényelmesedés, el, vagy elbizalkodottság ellen a munkán kívül? Hát, most majd, majdnem egy 20-24-es keret lesz, tehát pont erről szólt ez a torna. Hogy... őket is, igaz? Ja, a fiatal itt most ugye a Frigyesi a Vigviki, ugye a Fanni, tehát akik nyomják a Kiti Bozsi hármast, hogy ha nem dolgoznak, Végétek akkor van mögöttük, uh -huh. igen. Most vittük ugye a Virág nyúlba, ő szépen tologatja ugye a Renit, hogy két típusú nyúl legyen. Nem mindig van boldogság csapaton belül, de mi ezt úgy terveztük, hogy egy jó 25-ös keret fog neki vágni a VB-nek, és abból 10. Tehát e, muszáj versenybe tartani őket, a szisztéma az megint az lesz ugye, hogy a Szentender elvégzi a nagy részét, tehát valószínűleg délelőtt délután edzünk már tavasztól, márciustól lesz, amikor majd hármat a stranddal, és akkor ezt csatlakoznak be ugye az nb 1 akik ugye a május végén fognak jönni, és akkor onnan meglátjuk. Tehát muszáj, muszáj őket versenyeztetni, függetlenül attól, hogy nagyon ügyesek, nagyon aranyosak, nagyon sokat dolgoznak, de úgy, ahogy mondod, aki elkényelmesedik, az előbb-utóbb bajba kerül. Na, ne, ne, legyen ez veletek sose. Még egyszer gratulálok, és jó munkát folytatjuk. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.